Itt van Hegedű Zsuzsa, mondom jó estét halkan, és akkor mondom hangosan is, hogy jó estét kívánok. Örülök, hogy találkozunk. Én is. Nem gondoltam, hogy úgy fogunk találkozni legközelebb. Ugye szoktunk elég régen már a csatban például, a TV Vita műsorában például beszélgetni, de akkor mindig bemutathattam úgy, mint Orbán Viktor főtanácsadóját. Most pedig volt még az vagyok, de 31-től nem vagyok az. Azt mondta, hogy borítani akar. Itt van élő adás, van adásidőnk, hallgatom. Figyelj, de mi elég régen ismerjük egymást. És pontosan tudja, hogy 92-ben a csurka dolgozat miatt elindítottam a Tégye Gyület ellen kezdeményezést, ami egy óriási siker lett. Aminek az első támogatója, a legelső, a Fidesz volt, Orbán Viktor küldött egy 400 000 forintos csekket az első sajtótájékoztató után, és másnap kimentem meg a sajtó elé, mert a felhívásban beírtam, hogy nem politikai pártok és szervezetek támogatását várjuk, hanem a felelős fiataloké, két idéseké, hogy állít, tehát akkor csak a szélsőséges nacionalizmus. Visszaküldte a pénzt? Nem csak a pénzt küldtem vissza, azonnal megkerestek az MTF vezetői, akikkel én a kutatásaimban találkoztam, tehát behívtam őket, de ezt most nem akarom elmesélni. Azzal, hogy adjak nekik 6 hónapot, kizárják ezt a szélsőséges nézetet az MTF-ből, és megcsinálták. Tehát ebben nem vagyok egy kezdő, és Franciaországban az SOS Racismusnak is kezdettől fogva. Na jó, csak az az Orbán Viktor, akire most emlékeztet, az az Orbán Viktor liberális volt, és még utána egy évtizeden keresztül a liberális internacionáli alelnöke. Ez már régen múlt, de ami nem múlt el, ezt meg is írtam neki. Megírtam neki, mert a lemondó levelemre szíven szúrta, azzal reagált, hogy 20 évi barátság után hogy mondhatom rá, hogy rasszista, és megmutatom neki, hogy mindenütt el is mondta, még a Timmermansnak emlékszem, hogy írtam is emiatt, a francia sejtó előtt, amikor még sokat jártam ki, elmondtam, hogy 2010-ben az én javaslatomra egyetlen európai ország, ahol a gyűlöletbeszédet, a diszkriminatív vezet, tehát a most mindegy, más bőrűek elleni gyűlölködő beszédet, antiszemitizmust nem szabálysértésnek tekintjük, hanem betettük a BTK-ba. Ez Orbán Viktor érdeme. Az, hogy én tanácsoltam neki, az teljesen mindegy. Tehát, és ez például, amikor nagyon erősen följött a fasisztoid beszéd Franciaországba, az egyik leghíresebb rapper egy színházba adott minden áldott nap egy előadás, hogy halál Jeruzsálemre, amit vetítőkön néztek, kapott egy őrületes szabálysértési büntetést, amit utána a támogatói összeadtak. És akkor vertem az asztalt kint, hogy nincs egy mozgalom, miért ne veszik át, amit mi csináltunk. Tehát nekem ezért volt megdöbbentő ez a beszéd. Na most itt voltam, már hallgattam Újhelyi Pista a gazdasági, tehát itt a jogállamisági környéki dolgokról egyébként igaza van, de amit akarok mondani, lehet, hogy ez onnan indult ki, hogy valamivel, nézze, az átlag keresett 240 000 forint, hogy lehet abból ma megélni? Miért mond ilyet? A KSH azt mondja, 500 000. Igen, hát én az Eurostat hivatalos, most a nettóról beszélek, de amit akarok mondani, ez sem indokolja, hogy bármilyen fajgyűlöletre vagy diszkriminatív gyűlöletre szító beszéd. Értsük úgy, ahogy gondolja. Azt mondja, hogy Orbán Viktor ezt nem azért mondta, mert így gondolja, hanem azért mondta, mert el akarta fedni azokat a problémákat, amikkel szembenéz a társadalom. Például, hogy nincs miből megélni? Persze, hogy meg fog növekedni a szegénység, mert egy fillért nem kapunk. Nem fogunk kapni, már régeség nem kapunk, a Covid pénzt sem kaptuk meg. Tehát itt nincs mese. És maga feltett egy kérdést Újhelyi Istvánnak, az a helyzet, hogy az Európai Parlament harmadszor szavazza meg ellenünk a jogállamisági története, ez a parlament, és ez nem enged. Ez nem fog engedni a dologból. Tehát amit akartam mondani, de hogy mennyire igazam volt, az egész sajtó, nem csak a magyar, a nemzetközi, úgy ugrott rá, hogy ezt se tudtam képzelni. Nem az egész. Nem az enyémre.
Én értem, de nem az egész. Na nem. Ha elolvassa a kormány sajtót, nem, gyakorlatilag az, nem létezik. Az NTI hírt sem ad erről. Én 2015 óta nem olvasom a kormány sajtót. Hát akkor tájékoztatom erről, hogy köszönöm, ez az ügy, ez csak az egyik oldalon létezik, a kormány oldalon de nincs. De most nem is erről beszélek, a hétköznapi emberekről beszélek. Egyszerűen ma 5-en szólítottak meg egy üzletbe. És a Hűvösvölgyi Spárban voltam, tehát nem az 5. kerület, vagy nem az Újlipótvárosban. Amit akarok mondani, iszonyú nagy a külföldi hatása is, de amit akarok mondani, semmi nem indokol ilyesmit. Tehát semmilyen politikai, taktikai meggondolás, de hogy mennyire igazam volt, hogy ez nem Orbán Viktor. Ma, én is délután olvastam csak, ma az osztrák kancellárat találkozott, aki valószínűleg hasonlókat mondott neki, és adott egy nyilvános nyilatkozatot, hogy úgy látszik félreérthetően nyilatkozott. Szoktam félreérthetően fogalmazni. Igen. Nem azt mondta, hogy bocsánatot kérek. Nem, én azt nem is mondtam, hogy bocsánatot kér. Egy gyakorló miniszterelnöktől ez már nem olyan rossz, de azt mondta, hogy semmiféle ilyesmi nincs, és Magyarországon törvény van ez ellen. Akkor magyarázz el nekem, mert hogy jól ismeri Orbán Viktort közelről. Sokkal jobban, mint mi legtöbben. Hogy mi az a változás, ami akár csak 2010 óta, nem menjünk vissza, tényleg nem érdemes a liberális Orbán Viktorra visszautalgatni. Ami 2010 óta történik a magyar politikában. Amikor megjelenik az illiberalizmus, amikor megjelenik az LMBTQ ügy. Akkor pontosítom, igazamon. Nem 2010-ben kezdődött, 2014-ben kezdődött. 2010-ben örököltünk egy katasztrofális költségvetést, elindított abszolút mögött állt a felzárkóztatás programot, a közmunka, okhelyesképzés. Ma a nagyvárosok, úgy mint Franciaországban, külvárosaiban élnek a kis nyugdíjasok, a szegényekben, mert ott lesz probléma. Lent a leszakadt térségekben az egy-két okhelyes képzéssel mindenkinek van munkája, kezdik rendbe hozni a házakat. Tehát azt akarom mondani, hogy ez igenis Megyesi Péter is mögém állt, csak éppenséggel egy csúcsminisztériumot akart nekem adni, miközben a francia köztisztviselőt adta. Tehát ebbe Orbán Viktor végig mögöttem állt. Nem csak azt mondom, hogy ez a felzárkóztatási az én stratégiám, ami egy... Ezért maradt mellette. Igen. És addig ezt maradtam velem, de annak ellenére, hogy már egy-két éve inkább leüvöltöm a fejét, mint hogy beszélgetünk, például a homofób törvénynél, és kimegyek tüntetni, teljes szabadsággal kért fel. Tehát azt csinálok, amit akarok. Arra sem szólt semmit, hogy tüntet az ő politikája ellen? Tudta? Persze, hogy tudta. Benne volt a tévében. Azt szokták mondani, hogy Orbán Viktor környezetében pisszelni nem mernek a munkatársai. Ön megüvöltözött vele? Én mindenki megüvöltözök, és felállok, amikor ez nem az első robbantásom, azért erre talán emlékezheti. És nem csak itt robbantottam. Tehát, amit akarok mondani, 14-ig ilyen problémák nem voltak. 14-ben kezdődtek a problémák, mert akkor... Hát lett azért egy furcsa alaptörvényünk, furcsa megjegyzésekkel. Nem, hirtelen vallásfelé fordulás. Egy katasztrófa volt, beszéljünk magyarul. Nekem az az álláspontom, még a kinti életemben, ami hosszabb volt, mint az itteni, mármint a felnőtt életem, 4 év után minden kormányt el kell küldeni, mert elszáll az agyuk. Most nem hülyeskedek. És ehhez elég sokat értem normális demokráciákban, de... Amivel én akkor nem értettem egyet, csak hát éjjel-nappal ezen dolgoztam, akkor előtte való évben nyitottam rá minden gyerek lakjon, mert tényleg éhesek voltak már a gyerekek. Tehát az, hogy azonnal megpróbáltak mindent bebetonozni. Hát leginkább önmagukat, hát nyilván. Hát úgy értem. Választójogi törvény módosítás. Az, hogy mindenki meg akarja elesedni a hatalmát, ez a politikai logika. De ehhez nem nyúlok az alkotmányhoz, csak azért, mert 2/3 van. Na most az igazság, hogy a Viktor előtte, a választások előtt egy héttel magyarázta el nekem, hogy miért lehetetlen a 2/3. Majd lett. Majd meglett. Hát az hagyján, de azóta is többször megvan, hogy láthatja, én ebben nem segítek. Tehát 2014-ig nem volt probléma, egyébként nyakig rohangáltam az ebbe, és jól ment. Tehát sikerült. És 2012-re kimásztunk a költségvetési, én is azt hittem, hogy 14 előtt nem megy. Tehát akkor azért volt egy nagyon jó közös munka, mert nagyon nagy volt a baj. Utána kezdett elfajulni a dolog. Miért nem szólalt meg hangosan? Miért csak most, amikor látta, hogy baj van? Ezzel, azzal, amazzal?
megmondom, amiért meg kellett, amiért meg akartam szólalni, az a homofób törvény volt, mert az ugyanez a terület. És miért nem tette? Megmondom. Azért, mert ha én megszólalok, és nem fejeztem be a felzárkóztatási stratégiámat, akkor azonnal leáll. Most kész van? Úgy érzi, hogy letette a tollat, kész van? Nem. A tollat már letette, most kellene még 6 hónap, amíg én járok le, és magyarázom el a polgármestereknek, iskolaigazgatóknak, hogy pontosan miről van szó, de a akkori 50 alatti generáció, tehát aki 2010-ben nyomorba értek, 50 alatti generációban mindenkinek egy, gyakran a 40 alattiaknak 2 OKS képzése van. Ami azért nem semmi, viszont miután nekem ez volt a kinti témám, tehát amitől nemzetközi hírnevem lett, a numerikus robotizált világban már nem ez kell. Úgyhogy elindítottam a digitális készségfejlesztést ezelőtt 4 évvel, 5 évtől, tehát a nagycsoportos gyerekek is bemennek az iskolába, a 14 éves korosztályig, és a 40 alatti közmunkásoknak ugyanezt megkapják délutánonként az iskolába, ami azt jelenti, a Varga Misi boldog volt, hogy ide fog jönni mindenki, mert keresik képzett munkaerő, persze, képzett és az olcsó. Azt jelenti, munkaerő. Hogy itt nem egyszerűen lesz munkájuk, a leszakadás újra tud reprodukálódni, hanem hosszú távon lesz munkájuk, és még ez képes is lesz ide vonzani a nyugati kisvárosokat. Azt mondja, hogy ez a bécsi félig meddig visszakozó mondatot. Ez egy visszakozó munkat, nem bocsánat kérdés. Igen. Ez önnek elég most? Esetleg marad, hogy befejezze ezt a még fél évig váró munkát? Egyre elég volt, hogy írtam neki, azért amit írtam neki, az elég kemény volt, nem beszéljünk magyarul. Iszonyúan szívesen, tehát a válaszából azt lehetett látni, hogy szíven szúrta. Elég ütős válasz is volt. Tessék? Elég ütős válasz is volt, igen. Igen, de utasító, kemény válasz volt. Az nem, nem, az ugyanolyan kemény volt, mint én, azzal nincs probléma. Nem, hanem soha nem írtam azt, hogy ő személyesen rasszista. Ilyen nem szerepelt a szövegei a levelembe. De azt leírtam neki, mert ez tényleg ritkaság, a kinti tapasztalatom a bennőt, hogy azért kiálljon egy miniszterelnök, és korrigálja azt, amiből balhé van. Könnyebb korrigálni valamit, amiből nincs balhé. Hát nem. Valószínűleg másképp érzékeljük, nem volt ez igazi korrekció, mert az lett volna az, ha azt mondja, hogy hibáztam, bocsánatot kérek. Jó, de azért már maga itt ül, én pedig ahhoz eleget gyakoroltam a gyereket mozogtam ezekbe a körökben, hogy hát azért a politikus férfiak önérzete. Az erősebb ennél, értem. Na, szóval marad vagy megy ezek után? Megyek. Megy. Azt mondja, hogy robbantani akar. Az is kellene, gondolom, hogy legyenek olyanok, akik még megszólalnak ön mellett. Nem. Várta ezt? Kell. Hát az kell, egy utal legyen. Azt is jelenti, hogy odaállnak, és azt mondják, hogy elég. Nem, figyelj ide. Mindenki azt mondja rólam, hogy én egy forradalmár vagyok, ami... Ha azt kérdezi, hogy mit szeretnék csinálni, én mindig forradalmat akarok csinálni, de ez most nem érdekes. Ha ennyire meg tud mozdulni a közvélemény, amennyi mondom, e-mailt, SMS-t, az utcán nem megszólítanak. A kollégám mamája azt üzente, 80 éves, hogy Zsuzsa magát eddig is nagyon szerették, de hogy most. Tehát azt akarom mondani, az a fontos, hogy a közvélemény mozduljon meg, hogy mindenki... Ma a titkárnőm felolvasott egy hírt az internetről Németországba, és lehozta. Lehozta Németországba, egy magyarnak felmondták a lakásszerződését az Orbán beszéd miatt. Tehát valahol meg ki kell rekeszteni a kirekesztő viselkedést. Ennek lentről kell jönnie a hétköznapi emberektől. Nem jó kérdés, tudom, mert az feltételez, hogy akkor most valami kapát-kaszát ragad és elindul, és nem erről beszél. De ennek az élére állna, hogyha érezne egy ilyen mozgalmat? Én megmondom, hogy mit remélek. Egyrészt igazából nem ebben gondolkodtam, hanem abban, hogy van egy határ, kész. Tehát ez én nem vagyok egy gondolkodós típus, nincs is mit gondolkodni. De én nagyon remélem, hogy azok az erők,
ha szabad így mondanom, vagy azok a személyek, akár politikusok is, akik ehhez közel állnak, és azok a civilek, akik úgy érzik, hogy ez fontos, hajlandóak lesznek valahogy kifejezni ezt. És ez 67 nekem... akadémikus az MTA-ról lesz. Nem, hát ezt akartam magával mondani, hogy a fő boldogságom, hogy a, nézd, ez az én régi környezetem. Hát elmentem, és Franciaországba lettem végismertebb szociológus. Ez volt a mai nap boldogsága, hogy az egész akadémia gyakorlatilag kiállt. Köszönöm, hogy itt volt is. Én köszönöm a meghívást. Mindjárt folytatjuk az egyenes beszédet. Meg.